A mai túránk célja a Kemenes Cukrászat. Biciklivel indultunk el, kerekeztünk a városba, és egy kicsit a gasztronómiát néztük meg. Ebben kiemelkedő Biatorbágyon, és úgy gondolom, hogy Magyarországon is gyakorlatilag megédesíti Biatorbágyi cég Magyarország életét is, mert hogy a Kemenes Cukrászat szerte az országba szállít. A Kemenes Cukrász Manufaktúra 2011-ben alapítódott, a két leányommal együtt hárman vagyunk tulajdonosok benne. Termelő üzemként indítottuk, akkor 5 taggal, ma már körülbelül 80-an dolgozunk a cégnél, és több mint 200 üzletbe szállítunk, azon kívül pedig van 8 saját cukrászdánk Budapesten és Budapest környékén. Mivel az egész koncepció arra alapult, hogy olyan termékeket állítunk elő, ami teljesen házi receptek alapján készült, pitéket, pogácsát, homokzsákot, tehát a kedvenceket tettük be elsőre, mivel volt körülbelül egy 15-20 termék, hát ma már ilyen 150-170 fajtánál tartunk. Azt gondolom, hogy a fejlődésünket a sütemények emelték erre a szintre, hiszen ha van kérés, akkor van teljesítés is. Úgyhogy kérés volt, és nagyon gyorsan fejlődtünk. Körülbelül 5 év alatt eljutottunk oda, hogy több mint 150 üzletbe is szállítunk. Ez még több ambíciót ad arra, hogy minél jobbat és tökéletesebbet alkossunk. Itt néztük meg a műhelyt, amit nem mindenki nézhet meg, nem mindenkor, és fönt megkóstoltuk a finom süteményeket. És közben egy család, illetve egy bátor asszony, egy üzletasszony történetét is meghallgattuk. És ez a történet, illetve a cég maga egy olyan helyi értéket képvisel Biatorbágyon, aminek mindenképpen helye van az értéktárban is.